Különleges versennyel próbálta a gyerekek körében az olvasást népszerűsíteni a II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtár. A program része az ünnepi könyvhétnek. B2E9. Lefekvés rendben. Tanulás rendben. Ébresztő 15 perccel később. Szülők értesítése. Leülhet. A gyerekeknek konkrét elképzelésük van a távoli jövő iskolájáról. Szerintük sok minden másképp lesz, mint most. A technológia akkor már nagyon fejlett lesz. Keveset fogunk tanulni, mert hát akkor már minden könnyebb lesz. És hát az életben is lesznek kisebb, nehezebb gondok, és azokat is könnyebben meg lehet majd oldani. Az olvasás szempontjából sem mindegy, hogy otthon, a családban mit tapasztal a gyerek. Kis Ottó, József Attila díjas költő szerint elsősorban a szülő felelőssége, hogy olvas-e egyáltalán a gyermek. Ebben nem csak a pedagógusoknak, könyvtáraknak, könyvtárosoknak van felelőssége, hanem én azt gondolom, hogy elsősorban a családok felelőssége. Tehát azt tudom, hogy ha otthon olvasnak, tehát nem olyan nehéz feladat ez, tehát hogyha a gyereknek olvasnak minden este egy-egy mesét, akkor rá fog szokni az olvasás. A versenyre a 15 csapat kis jelenetekkel készült, és a jövő iskolájának képét vázolták fel. 3 perces jelenetekben mutatták be, hogy milyennek gondolják a jövő iskoláját. Milyen lesz az iskola 50 év múlva, ezt fogják megjeleníteni a gyerekek, illetve olyan játékos feladatokat találtunk ki a kollégáimmal, hogy azokra a művekre építve, amit az írásbeli forduló során már megismerkedtek, illetve lesz kreatív része is a mai délelőttnek. A vetélkedő legjobb 7 csapata július 9-től 13-áig Bogácson pihenhet a nyári vakációban.